Újabb színházi előadásra kerül sor Tiszavasváriban október 15-én 19 órától. A fordulatos komédia egy bőröncserével indul, amikor az Elvis rajongó Tom Miami-be készül a várva várt Elvis estre. A köd miatt törlik a járatukat, és amikor csalódottan hazaérnek, veszik észre, hogy más bőröngyét hozták haza. Így félmillió dollár kerül birtokukba. A darabot a Bánfalvi Stúdió mutatja be Tiszavasváriban. Ez egy ős bemutató, tehát úgy lett nekünk külön lefordítva, tehát mi fordítottuk, és itthon még nem játszották. Ausztriában, Angliában játsszák nagy sikerrel, úgyhogy az a jó benne, hogy krimi is van, szerelem is van, párkapcsolat. Ezen kívül van egy érdekessége a pénz körül, hogy mit csinálunk, ha kapunk, vagy találunk 500 ezer dollárt, hogy azzal mit tudunk kezdeni, és ez nagyon érdekes és izgalmas, és vannak nagy meglepik. A kettő szereposztásban játszott darab egyik főszereplője, Hujbel Ferenc, de Tiszavasváriban Vastag Tamás játssza a főszerepet, aki prózai darabban is kipróbálja magát. Érdekes módon a színházban inkább a prózai darabokat szeretem jobban, míg a koncerten inkább jobban szeretek énekelni, mint beszélni. Nem is tudom, hogy miért, hogy mi ennek az oka. Valahogy közelebb állnak hozzá a prózai darabok, a mondani valójuk is. Valahogy a színházban nekem olyan furcsa dolog, amikor egyszer csak az adott életszituációból mindenki kilép, és mindenki tud egy adott koreográfiát, és mindenki nagy boldogság közepette énekel. A közönség a jegyeket már megvásárolhatja a Találkozások házában. A Tiszavasvári Színházi Élet februárban folytatódik majd a Miniszter félrelép című vígjátékkal.